Szervusztok, Peti vagyok, és az Ava Group média csatornát nézitek. Ma egy akupakkot fogok nektek bemutatni, melyet a nyaraláshoz vásároltam, ez pedig ez az Anker 20.000 mah akupakja, és ezzel az a cél, hogyha szeptemberben elmegyek a Burlingtoni tankmúzeumba, akkor legyen nálam elég powerbank, hogy folyamatosan tudjam tölteni a kamerámat, illetve a többi eszközt, ami még itt hever az asztalon, és bemutatásra vár. Így néz ki az akupak doboza. Ehhez az akupakhoz vásároltunk még egy saját márkás töltőt, aminek az a lényege, hogy ez egy Qualcomm QC3-as töltő, tehát lényegesen gyorsabban, közel 24 voltos feszültséggel föl tudja tölteni az akupakot. Így néz ki az akupak kicsomagolva. Nem túl sok felirat van rajta, egyrészt az Anker felirat másrészt az, hogy ez egy Qualcomm 30 töltésre képes. Ugye mind a két portja a gyors töltőport, ez a micro USB a bemenet, ez az USB A a QC3-as, tehát a gyorsabb gyorsültő, ez pedig egy QC2-es, tehát ez azt hiszem 9 voltal tud tölteni gyorsültő, és teszteltük, ugyan a ráírt 20 ezer milliampert, tehát gyakorlatilag a 20 amperórás teljesítményt nem adja le, de azért egy olyan erős 16 ezret, tehát 16 amperórát igenis lead, ami azt jelenti, hogy egy 3000 milliamperórás Samsung Galaxy S7-es telefont 5 szer föl lehet vele tölteni. A hatodikra már elfogy az ereje, viszont erről még a tabletemet is gyönyörűen fel tudom tölteni, villámgyorsan. És ugye egy normális törtővel ezt a 20.000 mAh-t feltölteni nagyjából 10-12 óráig tartana, ezért vásároltunk hozzá egy Anker márkájú QC3-as gyors töltőt, tehát ő helyesbitek a qc 3 12 voltal tudja föltölteni az akupakot a 10 óra helyett olyan 4 és fél 5 óra alatt. lényegesen jobb, mint a 10 óra. Mielőtt megvettük volna az Anker terméket, próbálkoztunk egy ilyen Winzik Power kel amiről azt kell hogy egy hatalmas csalódás. A 10.000 mAh-t is alig éri el. Igaz, rendkívül olcsó már az eredeti vétel ár is. Ennek is ugye van e, Type-C kimenete, elvileg egy QC3, rá is van idő, hogy QC3, de nem QC3, 5 volttal tölt csak, meg egy normális USB-A kimenete. Ez a videó nem erről a termékről szól, viszont ezt csak azért mutatom, mert még az Anker közel 60 euróba kerül, addig ezt 27 euróért vásároltam. Igaz, a 27 euróból 17 eurót visszakaptam, mert megírtam az eladónak, hogy a termék a leírásban szereplő teljesítményt nem tudja, tehát az aljára nagybetűkkel ráírták, hogy 20.000 ezer óra közelébe sincs. Ugyanakkor nem is quick charge -os. tehát 5 voltal tölt, rendkívül sokáig tart, mire föltölti a telefont, és kettő-kettő és félszer tudom föltölteni a, a Samsung Galaxy S7-et ezzel. Illetve az Anker Powerbank-nek itt az oldalán van még egy kis gomb, amivel mutatja a töltöttségét eléggé megbízhatóan. Míg a Vincik, ugye azzal próbálja eladni a termékét, vagy könnyebben eladni, hogy ahhoz, hogy lássuk, hogy meddényire van föltöltve az akupak, itt a kijelzőjét meg kell simogatni, és százalékban mutatja, hogy mennyi a töltöttség jelenleg. Ha az Anker mutatná százalékban a töltöttséget, na az király volna, de hát sajnos egy szar akupakhoz adták ezt a funkciót. Valamint az Anker akupakunkhoz kaptunk még egy ilyen kis textil Papucsot, amiben szépen el lehet rejteni, a, és el lehet csomagolni az akupakkunkat a táskánkban, nélkül, hogy összekarmolódna, és hasonlók valamint beleférnek még esetleg a töltőkábelek, amiket használunk. És nyilván ezzel a gyors töltővel nem csak az Anker tápunkat tudjuk nagyon gyorsan tölteni, hanem a tabletet, a telefon szintén rá lehet dugni, és hogyha az Quick Charge képes, akkor pillanatok alatt föl fogja tölteni az eszközeinket. És itt van az Anker Power Bank, mint mondtam, közel 60 euró, az IBM minden egyes szentjét megéri, ugye az Anker az egy amerikai márka, nagyon meg vagyok felégedve, nagyon jól működik, úgyhogy csak ajánlani tudom. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, Iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg ismerősétekkel ezt a videót. Találkozunk legközelebb is, szervusztok!